Az idei adventi időszak tele van programokkal Kalocsán. Hetek óta számos kulturális rendezvény várja a lakosokat. Ma szombaton a hagyományőrző nap keretein belül egész délután a Városi Színház előterében kézműveskedés zajlott, míg a színpadon egymást váltotta a hagyományőrző egyesületek műsora. Az este nagy duranása egyértelműen a Balkán Fanatik koncertje volt. Adventi ajándékcsomag. Hát a legszebb dalainkat elhoztuk, hogy mert nagyon szeretnénk szórakoztatni a kalocsai embereket. A koronavírus járvány az együttes életét is megnehezítette. Így örömmel léptek fel újból Kalocsán, hiszen pár éve az érsekerti szabadtéri színpadon is muzsikáltak. Mindenkit megviselt ez az időszak, bennünket is egy picit, de igyekeztünk mentálisan túltenni magunkat rajta. Van, aki át is esett a betegségen, van, aki megúszta, nem tudom, nagyon ügyesen, úgyhogy, de közben alkottunk is azért, van a fiókba eltéve egy komplett lemezanyagunk, amit mi már hiszem, három éve gyűjtögetjük, úgyhogy reméljük, hogy talán egy kedvezőbb időpontban, akár jövőre megjelentethetjük. A 2002-ben alakult producer duó tagjai több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve Balkán Fanatik néven egyesítik zenei elképzeléseiken. A produkció célja a zenei kultúrák, stílusok megismertetése a hazai mellett a nyugati hallgatósággal is, ezért dalaik több nyelven is megszólalnak. Ez annyira jól sikerült, hogy mostanra számos neves zenei díjat bezsebeltek, és 2022-ben ünnepelnek is. Készülünk a jövő évre annak kapcsán, hogy 20 évesek leszünk, mint Balkán Fanatik. Csak új dalok vannak, úgyhogy egy teljesen friss albummal is készülünk erre a jeles ünnepre. És rengeteg slágerrel hozzá. Úgy fogjuk megünnepelni a 20. születésnapunkat, hogy megjelentetünk egy új lemezt, csinálunk egy hatalmas szülinapi bulit reményeink szerint. Engem is még meg fogtok ünnepelni a 70. születésnapomra. 70. életévét fogja betölteni jövőre, úgyhogy Balkán Fanatik 20, Jorgosz 70, ez lesz 2022-ben.